Sziasztok! Helyzetjelentés az Akvapóniából. 2012. március végén. Köszönjük szépen, jól vagyunk, legalábbis az Akvapónia. Én is most már lassan. De ahogy ne velem foglalkozunk, nézzük meg, hogy mi is van most. A Borsó teljesen átvette ezt a sarkot. Szépen jönnek a Borsó, most csak. Mindenhol. Remélem az elején láttátok azt a kis méhecskét. Ez annak köszönhető, hogy a méhek is felébredtek végre. Ő az oregano. Újrahajt a citromízű mentám. Ezt a tálcát teljesen újravetettem, és amellett, hogy a hagyományos dolgokat, hagymát, hol van, mindjárt mutatok egy céklát, répát, retket, salátákat vetettem bele. Kicsit kísérlet ezek is. Miután ezeket a hajtásokat megmutatom nektek. Ezeket a hajtásokat megláttam március elején, teljesen elszörnyűködtem. Ugyanis ezek két éves, kétszer megfagyott, többszörösen kiszáradt szőlő veszők. Úgy döntöttem, hogy hajtatok magamnak egy kis szőlőt. Meg ha már szőlőt, akkor mást is próbálunk. Itt a legelső sorban málna van, ő szeder. És hátul van egy pár szőlő is. Ők majd mennek vissza a kinti kertben. Ha meggyökeresedtek, lehet, hogy néhányat majd behagyok kísérleti jelleggel. Itt voltak a nagy retkeim legutóbb, hát ez most megint teljesen újra van ültetve, azokat szépen megettük. Ez a retek talán az valamelyik tévéstáv, aki legutoljára járt, ő ültette. Az eperről talán láttatok képet, ő az, akit ki kellett volna vinni, megfagyni, de nem vittem ki pofátlanul. Ez meg pofátlanul virágzik, sőt, ha minden igaz, ebből bizony már igazi eper lesz. A salátákat és a retkeket elsősorban ezerrel támadják most már a különböző tetvek. Az ellenlépéseket ugye megtettem a katicák betelepítésével, de valami más is ki kell eszelni, vagy még több katicát szerezni, mert ezt nem fogják bírni a kicsi növényeim hosszú távon. Úgyhogy lehet, hogy egy kis hidegvizes mosás, vagy egy kis csalános permet valami még mellé fog menni. Kitalálom. Ez így nem néz ki túl vidáman. Ebben megegyezünk. Itt még van egy kis madársalátám, ugye ők nem vagyok, és itt van az első néhány paradicsomom is. Sajnos őket egy kicsit megcsapta az átültetés, az adta sok. Ez az ágyás hamarosan ugye tisztázva lesz, itt már az utolsó céklák és egy óriási nagy zeller van hátul. A hagyma az decemberi ültetés, az is gyakorlatilag az eleje már ehető méretű. Ez a hátsó állás, itt különböző káposztafélék vannak. Sajnos némelyik úgy gondolta, hogy neki egyből virágoznia kell. Most vagy azért, mert túl sok napfény, vagy túl kevés napfényt, vagy nem tudom, nem most kellett volna ültetni. Valószínűleg ilyen napfény probléma lesz. Itt akarok mutatni egy kis érdekességet. Ezt a reteklevelet betakarjuk, hogy legyen színe. Az látszik rajta, hogy sárga. Az erek zöldek, de maga a levél sárga. Ez magnézium hiányra utal. Ami nem azt jelenti, hogy nincs a vízben magnézium, hanem azt, hogy nem tudja felvenni. Ez pedig azért van. Itt is van még egy kis paradicsom. Másik fajta. Reméljük hamarosan megerősödnek, és akkor fel tudom őket rakni a helyükre. Szóval azért van a magnézium hiány, mert hogy február végére, március elejére a pH-ja a rendszeremnek teljesen elment savasba, és itt az 5-5 és feles pH az már azt jelenti, hogy nem annyira tudják a növények felvenni. Úgyhogy ezt most szépen az elmúlt másfél hétben billentettem vissza, most már 6,5 körül vagyunk, ez pedig az ideálishoz közelít. Most ezek az új hajtásoknak már sokkal erősebb, zöldebbeknek kell lenni. Hát látszik is, hogy nem hazudok nagyot. Mindez a sóskát nem zavarja, ezt kétszer lenyírtam, legutóbb körülbelül egy hete.
És ezek a levelek, amiket most rajta láttok, hát mondjuk egy hete ilyenek voltak, de még ez se, mert az ilyesmiket levettem. Most meg már megint itt tartunk, hogy ekkora levelek vannak. Úgyhogy éljen a sóska, nagyon finom, szeretjük. Citromfűvet teljesen lenyírtam. Csak egy csomó gyökér van belőle. Újra ki fog hajtani, hát valójában hajt is. Ha nem nyírom le, akkor teljesen átvette volna az uralmat itt a kavicságyba, és elzárja akár a kavicsot. Az pedig nem egészséges. Ültettem még mostanában egy csomó hagymácskát, fejes hagymákat, dukhagymákat. Belőlük elég hamar lesz fej szerintem, majd tudjuk használni. És itt a szokásos fűszer növényeim, a bazsalikom és a majoranna. Őket sokat használjuk a konyhába, úgyhogy belőlük ültettem, és jönnek is kifele bátran. Hát ennyi. Egy káposzta virágzik a háttérben, illetve ez, amit a legelején láttatok, és a méhecske rajta volt, az pedig a két megmaradt fehér karalábém. Őket magnak hagytam meg. Szép napot, jó munkát annak, aki belekezdett. Igyekszünk, mi is dolgozunk, és reméljük, mi hamarabb látványa is lesz.